Ma köszöntöttem Újszent Iván község legfiatalabb kislányát, köszöntöttem Újszent Iván község legfiatalabb kisfiúját, és köszöntöttem Újszent Iván község legidősebb hölgy tagját. És már a falu napon, mert személyesen meg tudott bennünket tisztelni, köszöntöttem Újszent Iván község legidősebb bácsiját. Ezek mindig nagyon örömteli pillanatok, hogy mind a legidősebb korosztályt, mind pedig a legfiatalabb korosztályt a településen a falunap alkalmából köszöntjük. A mögöttem álló épületben jövő év szeptembertől Újszent Iván község képviselőtestületének döntése alapján meg fog indulni az általános iskola. Újszent Iván községnek szüksége van arra, hogy általános iskolája működjön ismét, mivel az lakosságszám 2100 fő fölé emelkedett, az átlag életkor beesett 40 év alá, és több mint 300 iskoláskorú gyermek él Újszent Ivánon. Ezek az adatok és ezek a számok Magyarországon nézve a közel 3200 településből is a legjobbak közé tartozik, mert ilyen gyermekszámmal vétek nem elindítani és nem működtetni egy általános iskolát. Természetesen tudom, hogy ezek egy településnek, egy közösségnek többlet kiadásokat jelentenek, de ilyen esetben, amikor a gyermekről, a jövőről, a jövő nemzedékéről van szó, nem lehet pénzalapon szemlélni a dolgokat, ez nem egy gazdasági befektetés, ez egész egyszerűen egy olyan humán befektetés, amelyre ennek a településnek, mint minden más településnek szüksége van. Azok a települések, amelyek nem rendelkeznek általános iskolába, azok a települések alvó településekké válnak. Azok a települések, amelyek pedig erőn felül vállalják egy általános iskola működését, azok prosperálok. Miért is prosperálok? Azért, mert azokon a településeken, ahol van gyerekzsivaj, van oktatás, van kicsöngetés, van becsöngetés, ott van sportélet, ott van közösségélet, ott van társadalmi élet, az jobban összekovácsolja mind a gyermekeket, mint a szülőket, mint a nagyszülőket, ezért Újszent Ivánt az álláspontom, illetve a képviselőtestület álláspontja szerint ezen a téren is meg kell újítani, és jövő szeptember 1-től meg is fogjuk újítani.